Sziasztok, köszöntök mindenkit, remélem már vártátok, hogy jöjjön újabb társasjáték bemutató videó. A következő alanyom pedig nem más, mint a Lycan Studio, egy magyar csapat játéka, amely igen jó kis összeget és igen sok támogatót szedett össze Kickstarteren, hogy kiadják játékukat, ami nem más, mint a Shard Hunters-t. Panyik Zoltán készítette ezt a játékot, és több fős csapatával, hát nagyon sokat dolgoztak rajta láthatóan, hogy ez a játék minél jobb legyen, viszont minél inkább áramvonalassá tegyék, és minél gyorsabb, és minél játszhatóbb, izgalmasabb, és kellemesebb játék legyen belőle. A Shard Huntersnek ilyen kicsi doboza van, ezért már most mondom, hogy szerintem a legideálisabb utazójáték, simán magammal vinnék bármilyen kis túrára, vagy bármilyen kis utazásra, mert kicsi, kompakt, könnyű játszani, és viszonylag gyors is. Nem kell tőle sokat várni, semmiképpen nem egy mély játékról van szó, de bőven elég ahhoz, hogy jól szórakozzunk 10-15-20 perc alatt. De mi is a Shard Hunters? Itt gyakorlatilag, mint a címből is kiderül, szilánkokra fogunk vadászni. Ezek a szilánkok pedig vérszilánkok, egy kitalált, hát sötét fantasy világban, egy ilyen dark fantasy köntösbe bújtatva, ezért mondjuk az ikonok alapján semmiképpen nem családi játék, de nem is akarja magáról azt gondoltatni, hogy ez családi játék. A dobozban találunk egy hatalmas adag kártyapaklit, vagy hát nem is azt mondom, hogy hatalmas, de egy nagyobb adag kártyapaklit. A kártyapaklikon kívül lesz benne egy angol szabály, ami igazából, nézzétek meg, hogy mennyire bonyolult a játék, szóval ennyi a szabályfüzete, és ennek is nagy része a különböző karakterek leírása, és még alternatív szabályokról is gondoskodtak. Akár egyedül is játszható, de négyen is kiváló, én két fővel élveztem egyébként a legjobban, az volt a legkiszámíthatóbb, olyan szempontból, hogy tudtam azon gondolkozni, hogy vajon az ellenfelem mit akar csinálni, viszont mivel folyamatosan változtatjuk a paklit attól függően, hogy hány fő játszik, így folyamatosan lehet számolgatni, tehát bár parti játék, mégis van egyfajta olyan érzete, minthogyha tényleg te irányítanál, mert ez így is van. A pakliban vannak különböző karakterek. Ezeket a karaktereket fogjuk gyűjteni, bemegyünk a kocsmába, és a kocsmából előhívjuk ezeket a karaktereket, és minden karakteren van egy tulajdonság, illetve van rajta egy vérszilánk. Így néznek ki a karakterek. Szerintem a grafikája a játéknak az nagyon szuper. Itt van például Félix, Ignatius az Inquisitor, vagy itt van Philip, Alicia és Clemens. Vagy éppen Luther, a pestis doktor. Szóval itt vannak a karakterek, ezeket fogjuk összegyűjteni, és egy saját csapatot akarunk belőlük képezni, aki leghamarabb összegyűjt közülük ötöt, és megnyer egy vadászatot, ami egy játékforduló, az megnyeri a játékot. Ha már vérszilánkokat gyűjtünk, természetesen a játékban van vérszilánk, én most visszanyomkodtam már a kartonelemre, 12 darab ilyen vérszilánk van, ezeket gyűjtjük össze, és ezekből fogunk vásárolni új karaktereket a kocsmában, hogyha már betértünk oda. De akkor hogyan is szerezhetünk vérszilánkokat, hiszen 3 vérszilánk kell majd ahhoz, hogy új hőssel gyarapítsuk a csapatunkat, hát kimegyünk szörnyekre vadászni. Megkeverjük a szörnyek paklit, a szörnyek pakliból mindenki kap 7 darab kártyát, a 7 darab kártyát mindenki megnézi és titokban tartja, vannak közöttük mindenféle színűek és számúak, nincs egyiken sem szöveg, szürke, kék, piros és sárga kártyát fogsz majd találni, de lehet, hogy egyik sem lesz a kezedben, vagyis csak egyik színből lesz majd a kezedben, tehát ez elég változatos tud lenni, viszont érdemes figyelni, hogy milyen összeállítás van a pakliban, mert akkor számíthatsz rá, hogyha nálad ez a 7 lap van, akkor az ellenfeleknél vajon majd milyen lapok lesznek, és ennek megfelelően fogod kijátszani a lapjaidat, tehát próbálsz rá figyelni, hogy más hogyan gondolkozik, és milyen lapjai lehetnek. És hogyha jól ki tudod találni, akkor megnyered a játékot. Hogyha nem érzel rá többiek gondolataira, akkor viszont nagyon könnyű elbukni azt. Szóval 4 körből áll egy forduló, az a 4 kör pedig az alábbiak szerint fog történni. Először kijátszik mindenki egy lapot képpel lefelé, egyszerre felfedjük, és akinek nagyobb összértéke van a lapjain, az viszi az összes kijátszott lapot és félreteszi maga mellé. Ezután jön a második kör, akkor 2 lapot
mutat meg mindenki egyszerre, összeadjuk az értékeket, ennek itt éppen 5, aki nagyobb összértékkel rendelkezik, az viszi az összes kijátszott szörnyet. Utána 3 lapot fogunk majd egyszerre felmutatni, a nagyobb összértékű nyer, és a végén 1 lapot, ami megmaradt, azon már nem is kell gondolkozni, azt kijátsszuk, és a nagyobb összértékű nyer. A színeknek van jelentősége, ugyanis egymást tudják ütni, mondjuk én a 2-es körbe kijátszottam egy 1-est és egy 4-est, hogyha sárga lap is van benne, akkor a döntetlen esetén én viszem, mert több színes lapon van a kijátszott szörnyeim között. Vagy, hogyha trükkös vagyok, és kijátszom mondjuk ezt a 2 lapot, a fehér 1-est és a kék 2-est, arra számítva, hogy a többiek magas értékű lapokat játszanak ki, akkor könnyen megnyerhetem őket, mivel ha valaki kijátszott kék lapot, akkor abban a körben a legkisebb összértékű kombináció viszi az ütést. És akkor erre jó a piros, ezt kontrázza meg, hogy ő azt mondja, hogy hiába játszott ki bárki is kéket, hogyha van piros, akkor marad az, hogy a legnagyobb összértékű viszi a szörnyeket. Aki több szörnyet vitt el, az megnyeri a partit, kap vérszilánkokat, illetve egyéb képességekből is, karakterképességekből is kaphatunk vérszilánkokat, és hogyha 3-at beadunk, akkor húzhatunk új karaktert, és akkor jöhet az újabb kör, és játszhatunk egy újabbat. Ebből is látszik, hogy a játék pofon egyszerű. Nagyon jó megtanítani, nagyon könnyű játszani vele, egy egyszerű, de nagyszerű játékra törekedtek, ami a parti játékokból és az utazójátékok közül én azt gondolom, hogy kiemelkedik, egyrészt a megvalósítása, másrészt pedig az egymásra ható kártyakijátszás miatt. Nem csak az történik, hogy majd valami hatás véletlenszerűen történik mindenkire, hanem tényleg valamilyen szempontból azt érzem, hogy én irányítok abból a lehetőségek közül, amit ugye kézbe kaptam abból a 7 lapból, aztán majd meglátjuk, hogy jól kombináltam-e, jól kalkuláltam-e, és enyém-e a több ütés. Ha meg nem, nincs vele semmi baj, hiszen több fordulós a játék, és egyébként is nagyjából egy 20 perc alatt lejátszható, és ilyen esetben nekem belefér az, hogy valami mondjuk teljesen átírja a gondolatokat, vagy a terveket. Úgyhogy én nagyon könnyed szívvel tudom ajánlani nektek a Shard Hunters-t, hogyha valami könnyed, egyszerű játékra vágytok, és keresetek rá a Like & Studio honlapjára, illetve a Shard Hunters-re, és hogyha jól láttam, akkor a srácok most dolgoznak rajta, hogy ezt a világot, amit ők megalkottak, ezt átvigyék PC játékba is, úgyhogy a Steamen már látható egy Shard Hunters játék, ugyanezekkel a grafikákkal. Hát, sok sikert kívánok nekik, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a bemutató videót, hamarosan jön a következő, játszatok sokat, mert játszani jó, én Csibu voltam, sziasztok!